Arany János versei közül a balladák azok, amelyeket a leginkább el tudok képzelni. Amikor olvasom őket, néha az egyik erős jelenetből zuhanok a másikba, és csak kapkodom a fejem. De hogyan válhat a szóból kép, a versből mozgókép, a 19. századi lírából 21. századi filmalkotás? Hogy csak aranyballada. Tehát vannak azért a magyar irodalomban más költők is, akik írtak izgis balladákat. Igen, csak nem találtam meg. nem tudom. Talán arany világa volt hozzám a legközelebb. Én azért nagyon szeretem ezt a... Csavart ő, a végén? A csavart is, meg azt, hogy ő sötét, de közben romantikus, tehát ilyen epikus. A pici sztoriai is ilyen nagyok. Egyébként nagyon sokáig engem a hídavatás izgatott, és akkor elkezdtük tervezni, majd a Lánchídról ugrálnak be a színész haverjém a Dunába. Aztán rájöttem, hogy ennek nincs nagy realitása, de ez a hídavatás is az egy ilyen ghost story. De egyébként tehát meg lehetett volna csinálni a hídavatás is olyan jóra, mint amilyenre megcsináltad a... Tehát nem szerintem meg lehetne csinálni, ez pénz, paripa és fegyver. Csak a sztori miatt kérdezem, mert annak nincs úgymond sztoria. Így van. Tehát, hogy a tetemre hívásban az a jó, hogy nagyon jó kerek. Ezt felvettétek, hogy ez mennyire mellé van? Egyébként mindig is érdeklődtél arany iránt, már az iskolában is, vagy csak letudtad a kötelező olvasmányokat, és utána kezdted el ezt a művet így átdolgozni filmre? Hát én minden után későn kezdtem érdeklődni. Gimnáziumban már érdekelt arany, de az biztos, hogy engem mindig a sztorik érdekeltek, a jó sztorik, és én az elvont költészetet és az abszintot iszogató francia művészeket sosem értettem. Ilyen Rambo meg ilyen? Igen, az nem volt az én világom. És azt éreztem, hogy ezek az arany, meg eleve ezek a balladák, ezek sztorik. Sőt, arra is ráéreztem hamarosan, hogy ezek akárhogy is, ezek krimik, meg thrillerek. Lélektani, tehát ilyen Ágnes asszony, tehát nagyon gyorsan kiderül, hogy asszonyok ölnek férjeket, meg befalaznak emberek. Tehát hogy ezek izgi sztorik. Micsoda dráma. És engem ez izgatott, hogy miért van ilyen furin rímekbe szedve, az egy másik dolog. A radványi sötét erdőben halva találták Bárci Menőt. Hosszú hegyestől ifjú szívében. Íme bizonyság Isten előtt, gyilkos erőszak ölte meg őt. Aztán észrevettem, hogy hát ezek így kezdenek így kikopni, és ez már senkit nem érdekel, és akkor meg elkezdett azt foglalkoztatni, és akkor itt jött be újra arany a képbe, hogy pont a tetemre hívásnál például az volt a gondolat, hogy az ismerőseim nézték ezeket a CSI helyszínelők. Ja, ilyen, Miami meg. Igen, és mondtam, hogy de a tetemre hívás, ez tök ugyanaz a sztori, hogy van, hogy találnak egy hullát, és akkor ki kell találni, hogy ki ölte meg, és így nyomoznak. Csak ezt megírta arany 150 éve, furi nyelvezetben, és milyen jó lenne akkor ezt így megmutatni. Aztán persze a legnagyobb hatás az a Baz Luhrmannos, DiCapriós, Rómeós Júlia volt. Ja. Tehát engem az teljesen lenyűgözött, hogy megtartották az eredeti nyelvet, és ugye megmutatta, hogy ez egy teljesen modern történet, még akkor is, hogyha régiesen beszélnek, és amikor azt mondják, hogy kard ki kard, akkor pisztolyt rántanak. Igen. És engem ez teljesen lenyűgözött, és mondtam, hogy na jó, akkor hát tehát arany is tudott ilyet, mint Shakespeare, és ezek izgi sztorik, úgyhogy kb. Innen jött. Mindenki gyanús nekem, aki él. Jöjjenek úgy hát, ifjú baráti. Sorra beléptel sodarja. Fáj nekik a hőst vérbe látni, és nem harc mezején elomlania. Aranynál a leginkább a adaptációk, nem mi a legfontosabb? A forgatókönyv, szerkezet, sztori? Szerintem azt megtalálni, tehát ugye az első döntés, hogy megtartjuk-e
korhűen, és akkor lovagok, meg jelmezek, meg várfal, meg akármi, vagy valahogy átemeljük a jelenbe. És a tetemre hívásban az volt a jó, hogy adta magát, hogy ez egy nyomozás, és rendőrség, meg rendőrautók, de közben egy ilyen kvázi kastélyban forgattunk, ami egy modernkori villa, tehát hogy nagyon jól lehetett keverni ezt a két világot. És akkor limuzinnal megy a földes úr, és rendőrkonvoj vezeti föl. Szerintem most nem azért, mert de ügyesek vagyunk, de az nagyon jól sikerült. És a tanárok hálálkodtak, hogy még ilyet, mert a diákok figyeltek, és utána mentek és olvastak Arany János, mert azt mondták, hogy ja, értem, ja, hogy ez ilyen, ez izgalmas. Hú, vajon ki lehet a gyilkos? Tényleg a barátnője, basszus! És akkor ez nekik ott van, és izgalmas, plusz én azért hiszek abban, hogy tehát Arany János tehetséges volt, ez a miénk, és még azok a fiatalok is, akik nem szeretnek olvasni, azok is azok, hogy ez a mi történetünk. Jöjjön utolszor szép szeretője, titkos arája, Kondi Abigail. És hogyha Arany szerinted látná a filmedet, akkor mi lenne róla a véleménye? Hát ez hátba veregetne, pipára gyújtanánk, és elmondja, na Istikém, ezt magyaráztam én is. Remélem. Nem tudom, lehet, hogy dob nagy hátas, de szerintem, mivel megtartottuk a szövegét, azt nem bántottuk, biztos elégedett lenne.